Sziasztok, Fit vagyok, és ebben a videóban erről a Shadwell SH170 R6-osról lesz szó, ami nem más, mint egy kis barbon PC. Mivel a doboz elég nagy, így csak fölteszem, ami benne volt. Maga a gép. Egy leírás. És a tartozékok. Lássuk, mit rejt. Egy 220-as kábel, egy foglalattakaró műanyag, kis csavarok, kettő darab SATA kábel, szilikonpaszta, ami egy pozitívum összeszerelésnél, hogyha nem lenne, és egy telepítőlemez. Fölül találunk egy 525-ös helyet, egy nyomással lenyíló 3,5-es helyet, az állapotjelző ledeket, egy bekapcsoló gombot, alul találjuk az előlapi kivezetéseket, két darab USB 3-at, két darab USB 2-t, egy mikrofon és egy fejhallgató csatlakozót. Hátul találunk egy DisplayPortot, egy HDMI-t, 6 darab USB 3-at, egy eSATA csatlakozót, egy LAN csatlakozót, a szokásos audio kivezetéseket és egy BIOS törlőt. A gép szétszedéséhez a 3 darab kézzel is eltávolítható csavart kell kitekernünk. A burkolatanyag a szálcsiszolt fém. Pozitívumként említeném a kivehető 525-ös helyet, hogy könnyebben bele tudjuk rakni a ramokat is. Csak két csavart kell eltávolítanunk. És hogy itt is figyeltek a pára elszívóra, ki is jött. A hűtés eltávolításához első lépésként hátulról ki kell csavarnunk a 4 csavart. Ezzel a lépéssel lejön a ventilátorház. A lefogatás a szokásos Intel műanyag pöckös. És már ki is jött. A foglalaton van egy műanyag fóliánk, ezt ne felejtsük el eltávolítani. A tápegység 80 plusz bronz minősítésű, találunk rajta egy ATX csatlakozót, egy 4 tűs alaplapi csatlakozót, egy 6 tűs PCI Express-et, 4 darab SATA-t és 2 darab Molex-et. Az alaplapon találunk két PCI Express-et, melyből az egyik 4-szeres és nyitott végű, a másik 16-szoros, egy M2 csatlakozót, egy mini PCI Express csatlakozót, ahova fél magas kártyákat tehetünk, és 4 darab memória foglalatot. Ez lett volna ennek a kis Shadwell PC-nek a bemutató videója. Véleményem szerint egy nagyon jól átgondolt és szerethető kis masina. Köszönöm, hogy megnéztétek, itt voltam.